and I'm working on my body like a chimpanzee. Zang, I'm the only player with the big prize. I'm the only player with the big brown eyes. Rolling like a train in the middle of the block. You better call the cops, I'm playing on the clock. Yo, swag, swag, working on my swag. Venom in the booty and I got my gas. Yeah, wham, bam, super tramp. And I tipping up my hat while I boost the fans. And I hover up top, can you feel the noise? All the girls scream mad cause they want the boys. Yo, banging all the clouds looking like a big joke. When I run so fast and I sing so low. And you never wanna mess with me, you just listen me. I just super free, so just stop. We cool, we hot, we freshin'. We know we all confessin'. My bling bling catch your eye. Better pull up those shades when I'm walking by. So give a bitty high five on the street. Next time I wanna fly by, feel the heat. Cause I'm on the roll, I lose control. Want you to know. Na jó, gondolom, hogy élethosszig tudjátok ezt csinálni. Te is csak... Fogd meg a tollat, fogd meg a tollat, fogd meg. De meddig tudod ezt csinálni? Hollé! Kapd el! Sziasztok, srácok! Kácsáról és a Fésztím. Hát meddig tudjátok ezt? Maratoni hosszúságban? Ne, ameddig érezzük. Ameddig kell. Na, ülünk, állunk, gyerekek? Állunk. Csücs, gyertek. Miért üljünk le? Nehogy már leüljünk. Álljunk, gyertek! Figyeljetek! Időben, egyet adjatok már nekem is. Időben mennyi ez a gyakorlás? Én ugye egy trükköt tudok, de emlékszem, hogy 5-6 évig gyakoroltam. Körülbelül gátfúrtam egy labdát. Nektek? Igen. Hát én azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon sok gyakorlás kell. Valakinek az élete megy rá, hogy gyakoroljon. Aki tehetségesebb, az akár 1-2 év alatt is megtanulhat ilyen fantasztikus trükköket, mint ahogy az úri emberek. Áron, István és András, igen, bocsánat, köszönjük szépen. Figyeljetek, ez ugye akrobatikus elemekkel tűzdel. Hogy vannak a lábaitok, hányszor sérültetek meg, és hányszor törítek magatokat össze? Elképesztő, amiket láttunk. Igen, hát ugye az, amit mi csinálunk, ez egy akrobatikus sportszínház. Itt foglalkozunk mindenféle akrobatikai elemekkel is, illetve zsonglőrködéssel, színészkedünk egy picit, táncolunk. Anettnak tanítsunk már valamit, jó? Először is szeretném bemutatni az össztudományomat. Tehát valahogy nem tudom, hogy megtanítják általános iskolában a lányoknak. Anett vagyok. Várjál, a lányoknak a zicser fogalmát. És akkor a lányok ugye nem azt értékelik ebből, hogy gyorsan le kell nyomni, és akkor cselezzük az ellenfelet. Hanem a lányok lépésre, tehát 1-2, és akkor 3-4, dob. Tehát ennyi, és ez lépésre. Kell ritmus érzék ahhoz, hogy összekeverte a táncolást. Egy koreográfiaként én ezt megcsinálom, de ennyi az összetudásom. Csináljuk meg azt, a lábad között pattintsd át a labdát. Ez viszont nem, ugye ez egy egyszerű. Persze, ez egy egyszerű dolog. Nem mellett. Mész, igen, és akkor csinálj egy-kettőt. Trükköt, bocsánat, a fiúktól vagyok véve, így megpörgetem így egyszer-kétszer. Nagyon vigyázz, itt kamera stúdió. Mindenre vigyázzunk. Na, próbáld meg, légy szesenet. Ne. Nézd, figyelj, kilépsz egyet és átpattintod. Ugye, nem srácok? Persze, persze. De akkor jaj, ide és kapd el nekem. Ennyi. Na, nagyon jó. Ez egy jó passz volt. Föl lehet venni az Anettet esetleg egy tökéletes két edzés is megvan. Kosárlabda előtt vagy után érdemes neki látni ennek a sportágnak? Én azt mondom, hogy még sportágként nem, viszont már 7 éves kortól tartunk utánpótlás nevelést a gyerekeknek, ami azt jelenti, hogy már nálunk elkezdhetik ennek az alapjait. Kosárlabda, labdás ügyességfejlesztés, a tornának, az akrobatikának az alapjait, ahol meg tudnak szaltózni, és mindeközben ugye passzolgatnak és zsákolnak. De azért nem árt, hogyha van kosárt. Ehhez, nem? Vagy valami érzékel, mert... Igen, azt mondom, hogy ha már valaki idősebb, 14-16-20 éves korban kezdi ezt el, akkor igen, jó, hogyha van egy labdaérzéke, meg jó, hogyha van egy alapképzettség, akár akrobatika, akár torna, mert a kettőnek az ötvözete az, amit mi csinálunk. Hát figyeljetek, a Harlemben találkoztatok már? A globusokkal? Élőben személyesen nem, láttuk már sok-sok produkciójukat, itt Budapesten belül háromszor. Ugyanazok vagytok kicsiben, nem? Tehát egy, vagy nagyon van, így van. Egy kicsit szórakoztatunk mi is, csak kosárlabdával, viszont ők csak sima kosárlabda meccset játszanak, és közben szórakoztatnak és poénkodnak, mi pedig egy egész show műsort csinálunk, normális kosárlabda meccs nélkül. Olyannyira, hogy már...
kiléptetek az európai szintre. Ugyanis, ugyanis. Hát akkor kérdezzen meg, sokkal jobban föl. Hát hamarosan utaztok, tehát hogy egyébként járjátok a világot a produkcióitokkal, és mindjárt közvetlenül az adás után is reptérre mentek, ha jól tudom. Így van, most indulunk majd Londonba, egy hetes kis kiruccanásunk lesz ott. A London, vagy Anglia egyik legnagyobb tévécsatornájával lesz egy közös produkciónk, aztán utána 2 hétig itthon vagyunk, és utána megyünk Jakartába, Indonéziába 2 hétre. Figyeljetek, egyet ígérjetek meg Londonban, hogyha ott vagytok a tévéstúdióban. Mondjátok, hogy most jöttök egy magyar tévéstúdióba. Vagy egy nagyon menő műsorvezető, aki meg tudja pörgetni az ujján a lasztit, és hogyha ezt meg tudja csinálni, akkor dumáljon. Adjátok át az üdvözletet. Jó, mindenképpen szólni neki. Srácok. Valami egyszerűt tudtok-e még mutatni? Hogy bonyolultak? Én hátrébb állok, tehát átadom a terepet abszolút. Igen, igazából meg kell próbálni megpörgetni a labdát. Igen, de miért én? Hát most mondom, hogy a Csabi csinálja. De te, nagyon jó. Csak addig az ujjat létszve. Odaadom az ujjam. Ajaj, távolabb lépek, figyeljetek. Jó, és igazából ennyi, már tartod. Ennyi. Jó, figyelj, most akkor ugyan ez az orrodon, tehát a fóka. Mint a fóka a cirkuszban. Na jó, mindegy, tehát van, akinek ugye ez pillanatok alatt megy, nekem azt hiszem 9 macska élet is kevés lenne. Köszönöm szépen, és köszönjük szépen. Srácok, sok sikert. Sok sikert. Átdobom, jó? Ne. Figyeljetek, köszi. Köszi. Yeah, swish, swoosh, bang the bang, and I'm working on my body like